2020-ig fog tartani ez a megemlékezés sorozat, amelynek egyik legfontosabb feladata, hogy új értelmezési keretet teremtsen. Az igazi új világ az első világháború után történt. Ez azért fontos, mert ha körülnézünk a mai világunkra, lehet látni, hogy még most is determinálja az életünket. Ami történt azokban az években, nem csak Magyarországon, de egész Európában, még most is determinálja, hogy élünk. Schmidt Mária ebben a könyvben az egész 20. századot, ha talán interpretálhatom így, egyetlen világháborúvá olvassa, amiben megállapít egy első szakaszt, utána egy 20 éves fegyverszünetet, aztán egy második szakaszt, amit tulajdonképpen majdnem ugyanazok vívnak, mint az elsőt, és utána szinte lélegzetet sem vesz a világ, és elkezdődik ennek az egyetlen 20. századi világháborúnak a harmadik része, a hidegháború. Azt nagyon régóta tudom, és arról nagyon régóta meg vagyok győződve, hogy ez a legeslegfontosabb eseménye a legújabb kori történelemnek, hogy nincs olyan része, amit el lehet mondani úgy, hogy ne menjünk vissza ide, mint a Kályhához. Az első világháború még tart, tehát mindazok a problémák, azok a kérdések, amik miatt az a világháború kitört, és az a békemű, amit rákényszerítettek a világra, az mind megoldatlan kérdéseknek a százait vetik fel, és a mai nap is ebből jövünk ki. Történelem a legfontosabb tantárgya, történelem ad kultúrát, identitást, önazonosságot. És aki nem ismeri a saját múltját, és nem tudja, hogy honnan jött, minden keresztül, milyen sikereket érte, mennyi minden kellett ahhoz, hogy itt legyünk, annak nincs önbizalma, az nem tudja, hol a helye, annak nincs begyökerezettsége. És ez az, ami nagyon veszélyes a számukra. És előbb-utóbb nagy árat fognak fizetni érte. Szebben 1915 halottak napját nem becsülhetjük meg, mintha visszatérünk a halál értékének régi felbecsüléséhez. Csak így mérhetjük fel a mi testvéreink mártíriumát, csak így látunk be a jövő kötelességeinek rengetegébe, csak így mered fel előttünk egyre hatalmasabban a nagy ellenérték, ami egy vérző nemzetnek a gyertyafényeke tengeréért, Isten és a történelem előtt kijár.